Ma már egy autista is lehet pattárs vagy osztálytárs. Vannak is szép példák, hogy az integráció jegyében megpróbálják együtt oktatni őket a többi gyermekkel. Ehhez azonban kellő szakmai hátteret, tárgyi és személyi feltételeket is kellene biztosítani a befogadó iskoláknak, ami sok esetben hiányzik. Mi azért is gondoltuk ezt a mai akciót, hogy összehozni egy kicsit a pedagógus társadalmat, hogy adjunk segítséget, adjunk egy olyan lehetőséget nekik, hogy akár egy ilyen, hogy asszisztens vagy pedagógus képzés, tényleg ilyen alapfokon, meg ezt a szimulátort is azért hoztuk el, hogy tudja a pedagógus is érzékelni azt, hogy mit él meg egy gyerek mondjuk egy órán, hogy egy kicsit mélyebben érezze át, és lássa azt, hogy nem biztos, hogy a gyerek reakciója az azért van, mert ő negatív, vagy pedig agresszív, hanem azért, mert túl terheltük őt, és onnantól kezdve ő nem tud másképp reagálni. Konrádot, aki autista és mentálisan is sérült, írni, olvasni nem tud, szülei 4 éven keresztül Nagyfödémesről hordták a Dunaszerdahelyi Egyesített Iskolába, majd Szencre került egy autistákkal foglalkozó osztályba. Édesanyja szerint nem mindegy a pedagógus személyesen. Elmentünk megnézni Dunaszerdahelyen a speciális iskolát, és bevittük oda a kisfiamat 1 órára. Lejárt az 1 óra, visszamentünk érte, és nagy csodálattal és kellemes meglepődéssel vettük észre, hogy ott ül a tanítónéni mellett, és valamilyen feladatokat csinált, és minden rendben volt, és így teszteltük le az iskolát. Ha nem hozzáértő pedagógus foglalkozik egy ilyen gyermekkel, vagy a gyermeknek nem szimpatikus a pedagógus valami miatt, akkor aztán nem tudnak előbbre haladni. Szeptembertől a Kodály Zoltán alapiskola 3. osztályos tanulója egy Asperger-szindrómával és enyhe autizmussal diagnosztizált kisfiú. Osztályfőnöke, akinek egyelőre nincs segítsége, igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy jól érezze magát az osztálytársai között. Kedves légkört biztosítunk számára, nyugodt légkört, mivel eléggé hirtelen a természete, tehát bármi ki tudja mozdítani a nyugalmából. Feladatokat az oktatásban próbáljuk enyhíteni, és kihozni a maximumot belőle. Asszisztensem sajnos nincs. Nagyon jó lenne, mivel napi 3 órában azért szükség lenne, hogyha individuálisan ki tudna menni a gyerekkel foglalkozni. Akit elfogadna és befogad. Dunaszerdahelyen az Egyesített Iskolában 2 autista osztály működik 6 tanulóval. Vannak közöttük súlyosabb és enyhébb értelmi fogyatékosok, sőt olyan is, aki 5. osztályos koráig rendes iskolába járt. Mindenkivel személyre szabott tanterv alapján foglalkoznak. A speciális iskola azonban csak az értelmileg sérülteknek ajánlott. Akik értelmileg nem sérültek, nekik általában olyan iskola ajánlott, ahol kis csoport van, kevés gyerek van, és a pedagógus tud foglalkozni az autista gyerekekkel is. Természetesen itt gondolok az Aspergeres szindrómára. Normál képzést kapnak, jó képességű legyen a gyerek, és akkor ott egy kisebb létszámú osztályt, amit én gondolom javasolnék. Az autisták és egészségkárosultak baráti polgári társulás fő célja létrehozni Dunaszerdahelyen egy rehabilitációs központot szakemberek bevonásával, hogy az érintett szülők és pedagógusok tudjanak kihez fordulni segítségért.